Ez az a konténer, ami néhány nappal ezelőtt érkezett meg a Fekete-hegyi sportpályára. A fejlesztés a terület önkormányzati képviselőjének támogatásával valósult meg, és az a célja, hogy minél több itt élő fiatal részt vegyen a foglalkozásokon. A Fekete-hegy Sportegyesület 6 évvel ezelőtt alakult meg, és jelenleg 80 iskolás edz a szervezet keretein belül. Most, hogy a konténer itt van, egy egésznapos program megrendezése is lehetővé vált, mondta az egyesület vezetője. A sportnapra nem csak labdarúgókat, hanem a családokat is várják vasárnap. A konténer az, ami apropója, hogy végre otthonra találtunk, és van egy olyan hely, ahol tudjuk tárolni az eszközénket, nem kell az edzőknek a kocsiban hordozni folyamatosan, illetve a gyerekek is át tudnak költözni, illetve a szülők már most is, a múlt héten is a rossz időjárás miatt ott követték az edzést, vagy ott várták meg a gyerekeket. A térség új önkormányzati képviselője azt szeretné, ha a városrészben élőknek igazi közösségi élményben lehetne része, ezért szervezték meg a programokat. A mérkőzések mellett sportos bemutatók, kézműves foglalkozások, egészségügyi szűrővizsgálatok, légvár és csillámtetoválás is várja a környékben élő családokat. Szeretnénk, hogyha hagyományteremtő lenne, hiszen azt gondolom, hogy a sport, az együttvaló szórakozás, szurkolás, gondolkozás, a családi programok még jobban össze tudják hozni az itt élőket. A sportpálya kihasználtsága várhatóan tovább nő a közeljövőben, mert délelőttönként a szárazréti óvodások és iskolások is birtokba veszik a területet a Fekete-hegy SL jóvoltából.